Az utolsó 50 méteren gondolkodtam, mit kéne tennem, a szívem vitt be. Most rám férne egy-két sajtburesz, ezt mondta az olimpiai bronzérmes Kenderesi Tamás. Azóta az egész ország sajtburesz lázban ég, folyamatosan érkeznek a sajtburger felajánlások, és természetesen mémekből sincsen hiány. A Mokka most is elkészít egy speciális burgert, a Mokka bureszt, illetve most először, mert Kenderesi Tamás tiszteletére készítünk vendégeink, Semperger S. Roland privátsef és Pálfi Norbert reklámszakember. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Sőt, nem is egyet, hanem három burgert készítünk, egy már kész is, kettő már kész is van. Milyenek ezek? Mitől speciálisak? Hát ugye sajtburesz, mindegyikben van sajt. Nem mondod, micsoda meglepetés. Tamás tiszteletére, meg az összes olimpiai sportoló tiszteletére. Volt már ennyi szó valaha sajtburger, vagy bármilyen burgerről? Most gyakorlatilag mindenhonnan ez ömlik el. Hát amúgy is a maga hamburger reneszánszát éli. Aha. Nagyon sok bisztróba most már találkozhatunk vele, rengeteg verzióban van. Ugye én is három verziót hoztam ide, a kettőt meg is csináltam már. Ezek is speciálisak, az első itt kint is van, ez egy tükörtojással készül és kék sajttal. Levélben van a sart, ez egy erős, domináns ízű. És abban sertéshús pogácsa van, amúgy a hamburgerek ugye marhából készülnek. Tojás nélkül, ugye nem farsit ne keverjük össze, a hamburger hús az fűszerek nélkül. A másik, ami kész van itt, az egy füstölt sajtos ananászos, kicsit ilyen mediterrán, az pulyka pogácsából van. És amit itt gyorsan összedobunk majd, ez pedig egy ilyen kicsit németes jellegű lesz. Káposztával, egy speciális szószal, pulyka helyett ez már marrahússal készül, békönnel. Kérlek, kezd el ezt készíteni, de közben meg beszéljünk arról, hogy van egy ilyen mondat. Egyrészt egy olyan sráctól, aki baromi laza, Phelps-t veri az elődöntőkben, utána harmadikként ér be, 19 évesen akkor lemondtak róla gyakorlatilag. Van egy ilyen mondata, és kész, felrobban tőle a magyar sajtó. Hogy ez várható, vagy hát nyilvánvalóan az ilyen unikális dolgokra ugrunk? Hát az unikális dolgokra ugrunk, hát nem lehet ezzel tervezni, mert nyilván azért ez egy ilyen improvizációs dolog, de azért az hozzátartozik, hogy a srác valószínűleg azért tud így beszélni kamera előtt, mert lelkileg egyszer jól van felkészülve erre az egészre, és azért tud laza lenni, azért tudja saját magát adni. Most attól, hogy ő laza, és hozza akár a otthonról azt a dialektust, vagy azt a slang készletet, amit egyébként is használ, attól lesz ez izgalmas. De Norbi, lehetett volna ez egyébként tervezett is, hogyha kiderül, hogy van-e mögötte egy sajtburger gyártó valami cég, nem? És akkor itthon már egy belőugranak. Hát lehetett volna, de nem az, és ez így látszik, hogy nem az, és egyébként én csodálkozom is, hogy azért ugye egy ilyen egy eléggé népes csapat ment ki magyar részről az olimpiára, és hát ők azért nincsenek túltolva szponzorokkal, meg támogatókkal, tehát ez pedig szerintem... Pedig ha te lennél most egy nagy hamburgergyártó cég, akkor azonnal a hát Tamás megtennéd arcának, hát nem? Ha én lennék, akkor én azonnal elkezdeném szervezni a sajtburesz roadshow-t, meg a sajtburesz fesztivál. Valami van azért egy-két helyen, nem? Meg sajtburesz, tehát Kenderesi Tamás szobra sajtburesz előtt, utána Kenderesi Tamás szobra sajtburesz után. Valami azért már elindult egy-két helyen. Csak hát én azt gondolom, hogy nem sok, tehát... Itt a Mokkában az elindult. Az egész mémről azt kell tudni, hogy valamiből belekap a közvélemény, egy szóba, egy képbe, stb. Ha utána ezt nem fújjuk tovább, akkor az el is múlik. És marketing szempontból, marketing kommunikációs szempontból a dolgok úgy működnek, akkor válik tervezhetővé ez az egész, hogyha egy nagyot menő mémbe belekapaszkodnak a piaci szereplők, és elkezdik ezt dédelgetni, tovább fújni, tovább építeni, stb. Addig, amíg van benne craft, mondjuk addig van benne craft, amíg építik. És abban a pillanatban, hogyha ebbe valaki belekapaszkodik és elkezdi kihasználni, akkor ebből lehet pénzt is csinálni, de én azt veszem észre, hogy erre azért ez a magyar piac nem nagyon mozdult rá azért erre a sajtburgerre, ahogy én látom, van egy-két akció, extra kis krumpli, de ennyi, ahelyett ugye, hogy azért a Kenderesi Tamással már is leegyeztetnének egy ilyen országjáró körültet. Nem a Tamás az egyetlen úszónk, aki spontán módon nyilvánul meg, úgy tűnik. Ezzel kapcsolatban mit vettél észre? Hát én inkább azt látom, hogy spontán módon nyilvánulnak meg az úszók, de hogy én inkább azt látom, hogy nincsenek felkészülve arra, hogy nekik így kommunikálniuk kellene, és erre külön így nem nagyon fordítanak semmilyen energiát. Szerintem ez egy probléma, vagy én azt gondolom, hogy ma már nem lehet úgy semmit, de a publicitásba bekerülni, hogy erre nem vagy felkészülve, hogy mit mondasz, hogyha nyersz, mit mondasz, hogyha veszítesz, kudarcot hogy kezelsz kommunikációval is. Ezek a sportolók, ugye azok, akik így lelkileg jól vannak összerakva, mint például ez a Tamás, és belőlük vannak kevesebb, ők természetes módon tudják hozni azt, amik ők. De azért többségükben feszültség,
betegség van, lelki teher van, szerintem egy ilyen rosszul kezelt lelki teher, ami miatt ők aztán nem tudják ezt a publicitást használni. Márpedig az is a verseny része, hogyha csak a versenyről beszélünk. Tehát oké, hogy kijövök a vízből, és majd meghalok, úgy lihegek, de az, hogy ott mit mondok, azzal is lehet játszani, versenyszinten is. Picit térjünk vissza az étel részéhez, hazabeszélek, mert hogy én imádok enni, ráadásul a hamburgert nagyon-nagyon szeretem. Ugye nem egészségtelen? Ugye lehet ebből lenni legalább naponta egyet, kettőt? Nem egészségtelen. Ugye a mérték az itt is fontos. Mindig a mértéke van a hangsúly, ugye, igazából. Igen. Nem egészségtelen, mert rengeteg zöldséggel készül, a jó minőségű húsokkal kell csinálnunk, úgyhogy egyet nem egészségtelenek. Lehet halból is. Rengeteg fajta van, és én tudom ajánlani, hogy a ketchup mustár helyett használjunk például nyugodtan bele kenőanyagnak padlizsánkrémet, pesztót például. Pedig az igazi ketchup. Ki lehet próbálni. Kezdik durvulni. Worcester szósz, és ugye ezek sok variáció, hogy én emlékszem rá, amikor fiatal voltam Moszkva téren, így terpeszbe ettem a csalamád. Abszolút, de tényleg kezded a hamburgerbe. Szerintem a villamos, és mindenki lesz. Az igazi retro, de ezekre is van igény ugye most már, hogy bekerültek az éttermek étlapjaira is ezek a komolyabb burgerek. Kész van akkor? Bár később villában ennél hamburgert, ez szerintem szentségtelés. Hát, kész a kenderesi burger, akkor? Igen, ebbe beleharapni hogy lehet egyébként? Most hát így, fogod, összenyomod. Össze kell nyomni? Úgy, igen, igen. Úgy. Hát figyelj, én azt tudom tanácsolni neked, hogy Tamást kerest fel. Mindenképpen, jó. Igen. És akkor indítsátok előtt ezen a hamburgeres, sajtburgeres vonalon. Holnap nyit egy éttermet, ez nem lesz akkor véletlen. Mindenkitől kezdve. A szakács megvan hozzá, úgyhogy na, a mokka burgerek is elkészültek. Jó, ugye? Köszönjük szépen, meg fogjuk kóstolni. Köszönjük szépen. Köszönjük. Mi köszönjük szépen. Sziasztok.